Közel 40 napirendről tárgyalt Székesfehérvár képviselőtestülete az idei év utolsó közgyűlésén. A posták tekintetében is fontos döntést hoztak a képviselők. A Magyar Posta arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Fehérváron a bezárt 5 hivatal helyett 2, esetleg 3 újra nyitására van lehetőség. Ezt szeretnénk teljes egészében kihasználni, mi az 5-öt is finanszíroztuk volna, de erre nincs lehetőségünk. Városrészi közlekedési földrajzi szempontokat figyelembe véve a közgyűlés egyhangulag azt a döntést hozta meg, hogy a Maroshegyi, az Öreghegyi postát és ha lehet a Szárazréti postát szeretnénk a jövő év elején újra nyitni, és az ehhez kapcsolódó költségek 50%-át szolgáltatásként megrendelni a postától. A polgármester elmondta, hogy ez 70-80-90 millió forintos költségvetési kiadást fog jelenteni 2023-ban, de úgy érzékelték, hogy ezekben a város részekben szükség van a postai szolgáltatásra, és csak nagyon messze elérhető újabb postahivatal. Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője, a postahivatalok újranyitásának támogatásáról meghozott döntést emelte ki, illetve a szolgáltató állomások jelentőségéről is beszélt. Nagyon fontos, hogy a közeljövőben a posta külső szolgáltatókkal való szerződéssel újabb és újabb szolgáltató állomásokat tud majd nyitni, kvázi úgy kell elképzelni, mint hogyha a lottózókat üzemeltetik, tehát a város sok pontján tud majd meglenni a posta, tehát lehet, hogy még sokkal komolyabb szolgáltatási színvonalat is tudunk megnyújtani, mint az elmúlt években. A város minden támogatást megad. Márton Roland az ellenzéki frakció vezetőjeként szintén eredményesnek tartotta a tárgyalásokat, de az ellenzék az Esperantó téri és a Budai úti posta hivatalok nyitvatartását is fontosnak tartaná. Az időskorúak települési támogatásáról is szólt a szocialista politikus. Újra nekifut a város ellenzéki javaslatra arra, hogy ne kérelemre kapják meg a fejvári időskorúak ezt a 7500 forintos juttatást, hanem a nyugdíjfolyósítótól lekérve az adatokat postai úton mindenki megkapja. Döntés született, hogy a 2023. január 9-től tervezett járatszámcsökkentést nem vezetik be. A város felvállalja jövő év tavaszáig a menetrend módosításának elhalasztását. Megemelkedett üzemanyag árak miatt várhatóan lesznek olyanok, akik ezt megfizetni már nem tudják, nem szeretnék, vagy legalábbis nem mindig, és szeretnének átlépni az autóbuszt használva a közösségi közlekedésbe. Erre a lehetőséget szeretnénk megteremteni, tehát január 9-én a mostani menetrend fog újra hatályba lépni. Székesfehérvár polgármestere arról is tájékoztatta a Fehérvár Média Centrumot, hogy indulhat a Munkácsi Mihály általános iskola felújítása, mert eredményes a közbeszerzési eljárás. Így történik ez a Kodály iskola homlokzat felújítása tekintetében, és a Tóparti gimnázium teljes felújítása vonatkozásában is, és ezek a munkák a jövő évben el fognak indulni.